Számos fejlesztés valósult meg a közelmúltban a Zánkai Erzsébet táborban. A szállásépületek felújításával nem csak a komfortérzetet javították, hanem a komplexum befogadó képessége is jelentősen megnőtt. Erre azért is volt szükség, mert évről évre egyre többen jelentkeznek az ott alvós Erzsébet táborokra. A tavaszi háromnapos osztálykirándulásokra már meg is nyílt a regisztráció. Az általános iskolák jövő hét péntekig jelentkezhetnek az etáborplusz.hu weboldalon. A tavaszi táborokat május 15-től június 9-ig bonyolítják le. A szervezők összesen 16 ezer vendéget várnak. Egy-egy turnus hétfőtől szerdáig, vagy szerdától péntekig zajlik, és ez alatt a pár nap alatt a gyerekek korszerű szállásokon éjszakázhatnak, biztosítottak a napi étkezések, az egészségügyi ellátás, emellett pedig az osztályközösségeket erősítő programok is. A programok között van például sétahajózás, íjászat, túrázás, ismeretterjesztő játékos foglalkozások, előadások, koncertek, de a gyerekek akár túrázhatnak is, sőt, az iskolák maguk is szervezhetnek kirándulásokat, a környék látnivalóit is így megismerhetik a gyermekek. A Zánkai Erzsébet táborban tavasszal is az ország bármely pontjáról érkezhetnek a gyermekek, bárki jelentkezhet. Kívül-belül megújult táborba érkezhetnek a csoportok, fantasztikus szállásokra, amelyek természetesen fűthetőek a felújításoknak köszönhetően, új bútorokkal rendelkeznek, saját fürdőszobás szobákról beszélünk, és a programoknak is, foglalkozásoknak is rendkívül korszerű közösségi terek adnak otthont. A tavaszi táborokat követően pedig a vakáció alatt is lesz lehetősége a gyermekeknek Erzsébet táborozni. Idén ráadásul rekordnagyságú vendégszámra számítanak a szervezők. A többnapos ottalvós üdülés mellett pedig a köznevelési intézményekben rendezett napközis táborokra is hamarosan megnyílik a jelentkezés. Amint az iskolákban kicsengetnek, már is kezdődnek a nyári táborok. A nyári ottalvós táborok többek között a Balatonnál valósulnak meg, a Zánkai és a Fonyód-ligeti táborhelyeken. Több héten keresztül vasárnaptól péntekig tartó turnusokba várjuk majd a csoportokat. Ezekbe a táborokba is hamarosan megjelenik a jelentkezési felhívás. A nyári táborokban is egyébként 24 órás gyermekorvosi ügyelet, állandó mentőszolgálat és vízi mentőszolgálat is működik a testi és a lelki egészség garantálásáért, emellett pedig napi 60 különböző programot nyújtunk a gyermekek számára. Tavaly több mint 180 ezer gyermek vett részt a nyári Erzsébet táborokban, a legtöbb napközis tábor pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fogadta a nyaraló diákokat.